Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Együtt, többet, jobban. Ez a Krajcáros Alapítvány mottója a megalapítás óta, ami jövőre már 30 esztendős lesz. Egy emberöltönyi távolságból azért hívtam meg az alapítvány elnökét, Németh Istvánt, hogy kicsit beszéljünk erről, hiszen nagyon-nagyon sok minden történt akkor. Kezdjük talán azzal, tisztelettel köszöntelek, hogy mi hívta életre ezt az alapítványt, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy számos olyan alapítvány volt, amely a múltat segíti, a múlt feltárását segíti, emellett művészi eszközökkel próbálja meghonosítani mindazt, ami hiánypótló ebben a történetben. Viszont ez egy olyan alapítvány lett, ami valóban beváltotta hozzá fűzött reményeket. Tehát még egyszer akkor kérdezem, mi hívta életre annak idején? Tisztelettel köszöntöm én is a nézőket, és köszönöm a meghívást. És hát ahogy a felvezetőben említetted, 30 évvel ezelőtt, nem sokkal a rendszerváltást követő időszakban, a hadseregben is új szelek fújtak, és ott hoztuk létre ezt a szervezetet, azzal a céllal, hogy elsősorban akkoriban a hadsereg érdekszféráiban foglalkozzunk minél jobban a segítéssel, ebbe beleértve a gyerektáborokat itthon és külföldön, illetve az akkori körülmények között egy szegényes hadseregnek az életmunka körülményeit fejleszteni, tehát például telefonok, fénymásoló eszközök, ami akkoriban gyakorlatilag nem igen létezett a kapukon belül. És hát ahogy telt az idő, fokozatosan változtak a feladatok is, és szerencsére a hadseregnek már nincsenek olyan gondjai, mint amikor a kezdet-kezdetén mi ezekkel foglalkoztunk. De az alapító okiratot is olyan széles körben, tág fogalmakkal állítottuk össze, hogy a későbbiekben se legyen emiatt szükséges változtatni a céljainkon, mozgásterünkön. Voltak továbbra is gyerektáborok, Balaton körüli kerékpártúrák, Velencei tó körül, tehát tömegsport jellegű mozgalmak. Voltunk külföldön 2002-ben, Németországban, Türingiában, és hát nyilván az ottani partnereket is vissza kellett, nem csak hogy kellett, hanem illett hívnunk, és hát így tovább fejlődtünk. Ha már tovább fejlődés, bocsánat, de egy kell, hogy beszéljünk arról, hogy ugye 5 esztendővel a megalapítás után közhasznú társaság lett, ez a minősítés viszont meghatározta a továbbiakat, annál is inkább, mert a tevékenység egyik fő, és azt mondom, hogy egy küldetés tulajdonképpen a hadisírgondozás. Erről szeretnélek kérdezni, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy gondozzátok az első és a második világháborús magyar hősök, általában magyar hősök külföldön, tehát határainkon túl elesett a magyar katonák sírját egyik oldalról, másik oldalról itt Fehérváron is egyértelműen, ami ugye nagyon is jól tudjuk, hogy a rendszerváltás előtt tabu volt. Ez tudatos volt, hogy ezt a missziót teljesítitek? Igen, annyiban, hogy maga a katonai hagyományok, katonai történelem benne van a feladatainkban, a missziónkban, és hát először 2000. év volt, amikor más partnerekkel, például a fehérvári HTVK-val is jártunk Olaszországban, a Doberdónál, meg sok más helyen, Szlovéniában, ahol szembesültünk abban, hogy milyen sok magyar emlékhely van, és viszonylag kulturáltan gondozták ezeket a temetőket. Aztán eljutottunk a Felvidékre is, Kárpátaljára, hát
Erdélyt azt többször megjártuk, és ott meg éppen egy ellenkező vonulattal szembesültünk, vagyis ezeken a helyszíneken, azon kívül, hogy az éppen aktuális politikai felhangok milyenek, például Északkelet Szlovákiában, ahol legalább annyi halottunk van eltemetve, mint a közismertebb Doberdónál, hát ott azt láttuk, hogy rengeteg, közel 180 katonatemető vagy parcella található, és ezek az elmúlt 100 év, de legalábbis az utóbbi 50 év tekintetében úgy voltak kezelve, mint az idegen hatalom jelképe. Ennek okán a természet jó részt visszahordította őket, elhanyagolt állapotokat találtunk. Milyen megállapodás kell ahhoz, hogy ezeket a sírokat rendbe lehessen hozni? Illetve tehát méltó helyet kapjanak az elesett hősök? A hadisír gondozás nemzetközi egyezményekre van alapozva. 1977 évi egyezmény ennek az alapja, amely azt írja elő, hogy az országok között kétoldalú kormányközi megállapodásban kell rögzíteni ezeknek a kérdéseknek a mozgásterét, felelősségét, kötelezettségét. Gyakorlatilag Magyarországnak most már az összes környező országgal, beleértve Oroszországot, Németországot is, megvannak ezek a megállapodások, kivéve egyet a szlovák kormánnyal. Ennek okán, ahol jártunk, ott mindig valamilyen módon helybéliekkel együttműködve, engedélyekkel kellett szembesülnünk, és ezeket rendeznünk, hogy megfeleljünk a hozzá kezdett munkának az elvégzési lehetőségeihez. És hát Szlovákiában gyakorlatilag a mi civil diplomáciánk van, ami működik az ottani helyi partnereinkkel, mert ott pillanatilag csak a szlovák állam által az ottani civil szervezetekre vonatkozó lehetőségek, önkormányzatokra vonatkozó lehetőségekkel kellett találkoznunk, de szerencsére nekünk Homonnán és máshol is, a visegrádi négyek más civil szervezeteivel is sikerült jó kapcsolatot kiépíteni. 2010 után például a visegrádi alaphoz is pályázhattunk ugyanebben a témában, és az egyik szempont az volt, hogy ezeket az együttműködéseket fejlesszük. Mi létrehoztunk egy informális civil szervezetet, a Visegrád Working Group for Military Cemetery néven, ami a nevéből is adódik, hogy a hadisírok gondozását hivatott volt felvállalni, és ebben a V4 országoknak a civil szervezetei voltak jelen. Magyar részről mi képviseltük a feladatokat és a munkát, mert 2010-től egyre intenzívebben, abban a 180 temetőben, most már közel 30-40 temető van olyan állapotban, amire azt mondhatjuk, a mi munkánkkal is tetten érhetően, hogy méltó állapotba került. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy a hadisírgondozás mellett, tehát a temetők az elhunyt hősi halottak síremlékei mellett megjelentek azok a köztéri szobrok is, amelyek szintén az elesettek emlékét idézik meg. Ahogy olvasom, jó néhány országgal van szintén ilyen kapcsolatotok. Valóban 22 ilyen vagy köztéri, vagy magánterületen van emlékművünk, kopjafánk, köztéri szobor, és hát ezek már nem csak az első háborús időszakhoz kötődnek, hanem kapcsolódnak például 1848-49-es szabadságharchoz, például
Erdélyben bentábornoknak van egy egész alakos fából készült szobra Székely keresztúron, de 2013-ban a HTBK partnerségével a Gyilkostó partján egy Szent István szobrot is állítottunk, amiben a székesfehérvári és az ottani önkormányzat is nagy támogató volt, és a helybéliek is fölkarolták ezt olyannyira, hogy a szoboravatóra már egy ilyen csúcsos formátumú kis kápolna-szerű valamit építettek hozzá, és jó érzés látni, tudni, hogy amikor arra járunk, akkor ezt ma is szép küllemmel találjuk magunkat szembe, meg akik ott ismeretségi körünkből arra járnak, esetenként felhívnak bennünket, vagy e-mailben jelzik, hogy itt voltunk, ezt láttuk, így néz ki. Igen, én magam is esztendőről esztendőre, amikor megyünk a csíki verstáborba, akkor találkozunk ezzel, mert azért a gyerekeket elvisszük oda, és hát ők is tanulni lehetnek, hogy ez valóban egy nagyszerű kezdeményezés és megvalósítás is. Említetted a Honvédség és Társadalombaráti Kört, ez egy fontos kapcsolat nyilván, hiszen a két szervezet remekül dolgozik együtt. Természetesen. Hát egyrészt abból következik ez a jó partnerség, hogy az alapítvány vezetéséből személy szerint én is, illetve önkéntes munkatársaink közül többen tagjai a HTBK-nak. Én például annak alapító tagja voltam, egy időben tisztségviselője is az ellenőrző bizottságban, és ez már önmagában megadja a kereteket. A tevékenységi körünk pedig sok tekintetben átfedés van. Ezeket együttműködési, egy több évre készült együttműködési megállapodásban alapoztuk meg, de ugyanakkor az éves szakmai tervek is egyeztetésre kerülnek, és ennek az egyik fontos területe volt a Vizintini kápolna Olaszországban, ami 2009-ben lett fölavatva, és az eltelt időben mi már három alkalommal voltunk ott különféle karbantartó munkálatokat elvégezni, például a teraszon járólapoztunk, zászlókat cseréltünk, a fémrészeket, a viszonylag nagy mennyiségű kerítésfémrész van ott, korlátok, ezeket újra festettük, de hát, mint az időjárás az ilyenkor szokott lenni, hiába alkalmazunk mi jó festékeket, végzünk vélekedésem szerint jó munkát, hogyha az időjárás is teszi a dolgát, és hát úgy néz ki, hogy az idén szeretnénk valamikor a nyáron ismét egy ilyen munkálatokat ott elvégezni. Most folynak az előkészítő tárgyalások, szállásbiztosításra például, amiben elég nomád módon, de terveink szerint, mint ahogy az lenni szokott, sátrakban és saját önellátással, például főzéssel oldjuk meg a feladat alatt. No, egy kérdés még erről, hiszen az, hogy a háborús emlékhelyeket gondozó társaság tagja is a Krajcáros, ez mennyit segít a munkátokban? Hiszen ez egy komoly szervezet szintén. A háborús emlékhelyeket gondozó társaságot szintén nem találják meg a kedves érdeklődők a bejegyzett civil szervezetek listáján, de eddig ez tudatos volt, mert úgy gondoltuk, hogy akik ebben érintve vannak, az előbb említett HTBK, a fehérvári huszárok, de kaposvári partnerszervezetünk is érintve van benne, és még néhányan. Úgy gondoltuk, hogy ez az országos nemzetközi hatókörrel bíró szövetség, ez elégséges úgy, hogyha mi egymás közt egyeztetjük a munkáinkat, feladatokat, és amikor olyan program van, akkor
tevékeny részvétellel megjelenik a tagság, tehát a másik tagszervezet is. Például ilyen volt tavalyi évben a Felvidéken 13 magyar huszár sírkert részét újítottuk föl, új sírköveket helyeztünk el, egy lélekharangot állítottunk, és hát ott megjelent a Fehérvári Huszárok Egyesületnek két tagja is, korhű egyenruhában, ami önmagában az egész rendezvénynek, az avató rendezvénynek a színvonalát nagyon látványosan befolyásolta. Ugyanakkor ne feledjük, hogy, és itt most a pénzre kérdeznék rá, hiszen ez egy jelentős költségekkel járó munka, tevékenység. Mennyi költségvetése van, hogy lehet ezt a pénzt, azt tudjuk, hogy hasznosan használjátok fel, de hogy lehet előteremteni? Egy szóval nehezen. Nekünk az 2013-tól körülbelül az évi költségvetésünk olyan 13-15 millió forint jellemzően. Ennek a forrása szinte kizárólagosan jellemzően különféle pályázatok útján jelenik meg, és hát egy pici szeletje van néhány százezer forint erejéig az SZIA 1%-nak, és azoknak az összegeknek is, amit az egyes programjainkon a résztvevők befizetnek támogatás címén, mert azért azt látni kell, hogy az előbb említett avató rendezvény is a Felvidéken tavaly például önköltséges volt. Akik úgy gondolták, hogy ott fontosnak tekintették a jelenlétet, azok kemény 10 000 forintokkal járultak hozzá ott az ellátáshoz, utazáshoz, szállásköltséghez, de ugyanígy van az alkotótáborokkal is, ahol itthon, külföldön évente két alkalommal rendezünk általában egy hetes turnust, és az alkotóművészek azon túlmenően, hogy grátis munkát végeznek, úgy adják át a festményeket részünkre, a részvétel ellátásukhoz ők is komoly pénzekkel járulnak hozzá. Igen, hát most meg is érkeztünk a tagsághoz, illetve az alkotásokhoz. A tagságot hogyan sikerül toborozni, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy számos olyan tag van, aki elkötelezett ez irányban. Fontos dolog, hogy ehhez a munkához olyan partnereket, önkéntes munkatársakat tudjunk megnyerni, akik valamilyen módon azonosulni tudnak azokkal a célokkal és eseményekkel, amikről a mi munkánk folyik, és valamilyen módon ez általában vagy családi indítatással, háttérrel, a gyerekek esetében szülői jóváhagyással, vagy információkkal a háttérben, nagymamák, nagypapák elbeszéléseire van sokszor alapozva, és ezt az elhivatottan végzendő munkát azt gondolom, hogy nem is lehet másképp végezni. Hát most csak arra kell gondolnunk, hogy amikor meghirdetünk egy nyári tábort diákoknak, és akkor kisebb csoportokba megyünk általában, 5-10 fős csoport, igen ám, de ott 4-5 napig, mikor meddig, 40 fokos hőségben igen kemény fizikai munkát végeznek ezek a diákok. Ezt pedig én úgy gondolom csak valamilyen motiváltsággal, háttérrel lehet rájuk számítani. Szerencsére eddig minden évben akadt egy néhány ilyen érdeklődő diák, és hát ezeket a munkálatokat elmondhatjuk, hogy letettük a névjegyünket az előbb említett Doberdó térségben, a Felvidéken különösen, és ha majd ők egyszer, mint felnövekvő nemzedék eljutnak ezekre a területekre, én azt gondolom, hogy büszkén mondhatják a
az akkori utódainknak, gyerekeiknek, unokáiknak, hogy látod, ezt annak idején mi csináltuk. Egyetértek, történjék így, nincs kétségem fel, hogy így lesz egyébként. Kulturális programokat említettünk, akkor beszéljünk a kultúráról, hiszen az alkotóművészet szerves része az alapítvány működésének. Rengeteg alkotással jártátok a világot. Én azt gondolom, hogy főleg olyan jellegű alkotások, amelyek egy-egy háborúra utalnak, vagy történésekre, kiemelt történésekre. Hogy sikerül megnyerni, hiszen határon túliak is bekapcsolódnak, és számos kiállításról számoltunk be mi is. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos része a munkának. Valóban ez a kapcsolódó tevékenység a hadisírgondozáshoz, amit mi kicsit úgy szoktunk mondani, hogy az a krampácsoló feladatunk, vagyis amikor rekonstrukciót végzünk, fizikai munkát, de ezek a kapcsolódó, kötődő kulturális munkák, tehát hozzáteszem a szobor állításokat is, könyvkiadást is, útikalauzok készítését. Jellemzően az utóbbi időszakban 2013-tól az Ecsettel a Békért című programunk keretében indult el az akkori előttünk álló 100 éves első világháború 100 éves szentenáriuma volt a meghatározó része. Elindultunk mint egy fehérvári alkotókkal, mint egy 60 festmény volt akkor a birtokunkban. 2014. július 18-án a fehérvári 17-es ezred emléknapján mutattuk be először az ilyen jellegű tevékenységünket, és hát ahogy telt az idő, ilyen eszkalációs technikával, tehát akár a kiállításokon, akár az alkotótáborokon, mindig jöttek új partnerek. A művészek vonzották, tájékoztatták a saját ismerőseiket, alkotóikat, és ennek révén ugye jártunk Lengyelországban, Szlovákiában, Erdélyben, itthon Magyarországon is több helyszínen. Most éppen a 78. kiállításunk van az Árpád-fürdőben. Ilyen alkalmakkor mindig voltak új csatlakozók, jelentkezők, akik úgy gondolták, hogy méltó ez a produktum és tevékenység ahhoz, hogy ők az önkéntes munkájukat, alkotói tehetségüket hozzátegyék ehhez a munkához. Megerősíthetem, hogy így van, hiszen ott jártunk az Árpád-fürdőn legutóbbi kiállításon, nagyszerű művek születtek. Most viszont ugye lezárult már a pályázat április 23-án, viszont egy új művészeti pályázat hirdettetek meg. Ahogy fogalmaztatok a meghívóban, a pályázat célja a béke fontosságának erősítése, témája pedig az orosz agresszió és következményei a 21. században. Miért gondoltátok fontosnak, hogy a szomszédunkban zajló háborút ilyen értelemben is megítéljék, megfessék az alkotók? Itt úgy gondolom, hogy az egyik üzenetünk a korábbi évszázadra visszatekintve is, nekünk mindenképpen a béke fontosságának a hirdetése, és ennek a gondolatiságához kötöttünk most is. Én személy szerint, ha valaki januárban, idén januárban azt mondja, hogy lesz egy ilyen agresszió, nem vettem volna komolyan, és lám rá egy hónappal, február 22-én, 23-án élő valóság lett. Nekem volt módom látni a délszláv válság nyomait, jártam arra még katonaként, de akik mostanában turistaként arra utaznak, azok is érzékelhetik, hogy a háború az milyen szörnyű dolgokra képes. Szerencsére a ma élő fiatalabb generációnk Magyarországon egyre kevésbé ismeri ezeknek az eseményeknek a tragikus részét. Úgy gondoltuk,
hogy ez egy olyan esemény, ami megérdemli azt, hogy valamilyen formában az ecsettel a békért projekthez kapcsolódva a művészeket felkérjük, pályázatot hirdessünk, hogy mondják el a véleményüket, az ő szemüvegükön át, hogy látják ezeket az eseményeket, milyen tragédiákat találnak a híradókban és a különféle média termékekben olvasható és látható információk mögött. Napokban érkezett be 33 pályázat, ebből 9 darab fotó jellegű pályázat, és a többi az festmény. A meghirdetése a pályázatnak úgy van tervezve az eredményhirdetés, hogy május 9-én némi célzatossággal gondoljuk, hogy akkor lesz az eredményhirdetés. Hát nagyon komoly produktumok jöttek be, és ezeknek a képeknek a bemutatása augusztus hónapban szintén az Árpád-fürdőben lesz lehetőségünk nagyon megjelenni. Jó. Én azt gondolom, hogy természetesen erről beszámolunk, hogy ez egy jó út, és köszönöm szépen mindannyiunk, de főleg a jövő generációjának nevében, hogy ezt a küldetést vállalja az alapítvány, és köszönöm, hogy megtiszteltél, és természetesen beszámolunk minden egyes pillanatról, ami a tevékenységeteket kíséri. Köszönöm szépen. Én is köszönöm a lehetőséget, és nagyon örülök, amikor a Fehérvár TV munkatársai úgy ítélik meg, hogy egyes tevékenységünket népszerűsíteni tudják. Mi is köszönjük. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!